A felvidéki hagyományoknak megfelelően idén is megrendezték a Bátaszéki Művelődési Házban a hétfői locsolkodást. A tojáskeresés után a legkisebbek ölbéli játékokat játszhattak, a nagyobbak pedig kézműves foglalkozáson vehettek részt. Ezen kívül éneklős és táncos előadások is színesítették a programot. Kalmár Éva, a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület elnöke úgy nyilatkozott, főként a gyermekek számára kerül megrendezésre ez a hagyományőrző sorozat, hogy ne merüljön feledésbe a locsolkodás népszokása. 10 évvel ezelőtt kitaláltuk, hogy ezt mi tovább visszük, vagy átadjuk a fiataloknak ennek az élményét, hogy a lányok ne zárják be az ajtót, ne menjenek el kirándulni, hanem igenis várják a locsolókat, érezzék megtiszteltetésnek azt, hogy elmennek hozzájuk a legények locsolni, hogy értékeljék azt, hogy felveszik a viseletet, hogy minek a részesei, és hogy ez egy jó dolog. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Az Emmaus járás szokása azt a bibliai történetet eleveníti meg, amikor a feltámadt Jézus megjelenik a Jeruzsálemből Emmaus felé tartó tanítványainak, akik először nem ismerik őt fel. Elbeszélgetnek vele, majd Emmausba érve vacsorára hívják, ahol felnyílik a szemük, és rádöbbennek, hogy Jézus végig velük volt. Húsvét hétfőn a tolnán élő svábok elevenítették fel ezt a zarándoklaton. Ravasz Csaba, helyi plébános elmondta, hogy a stációk a Tolna és Mös határán található Kőkereszthez vezetnek, ahol a mösi hívőkkel egyesülve közösen mennek be a templomba. A falak közül kijöve pedig megünneplik, hogy a húsvét az az ünnep, amikor az élet győz a halál fölött. A célunk az most a mösi templom lesz. Gyalog megyünk, projekcióval, ez nem csak azt jelenti, hogy kirándulunk egyet, nem tudom én, a húsvéti sonkát, hogy lejárjuk, hanem zarándokút. Imádsággal, énekekkel indulunk és megyünk. Kismányokon a húsvéti szentmisét követően a hívők a templomból átvonultak a szomszédos székely portára, ahol kezdetét vette a kókonya szentelés. Ezután a megáldott ételekből és italokból falatoztak a bukovinai székelyek hagyományőrző vacsoráján résztvevők. Mészáros István, a Kalocsai Szent István királytemplom igazgatója szerint egyre több helyen fordítanak figyelmet a böjtre. Örömmel tölti el, hogy több fiatal is részt vett a misén, így továbbadható a hagyományőrzés. A húsvéti étel hagyományosan a tojáshoz, a sonkához, kolbászhoz, illetve a kalácshoz köthető, de nyilvánvalóan itt most már azért a bornak, a pálinkának a szentelése is történik, hiszen az is az ünneplős asztalnak a tartozéka, és jól is van ez így. Különböző népcsoportok más-más módon ünneplik a húsvétot, és emlékeznek meg a hagyományokról. Azonban mindegyik szeretné továbbadni azt a következő generáció számára.